Van, aki a kerámiát szereti, van, aki a porcelánt. A szép festett üveget talán mindenki kedveli, és szívesen vásárolja akár használati, akár dísztárgyként. Mai beszélgető partnerem Balázs Kata, aki üvegfestészettel foglalkozik. Először is kezdjük ott a beszélgetést, hogy hogy kezdted el magát az üvegfestészetet? Hát ez elég érdekesen jött, mert én tulajdonképpen Kaposvárról származom, 7 éve élek itt Vecsésen, és amikor felkerültem ide Budapest környékére, akkor bankba kezdtem el dolgozni, tehát egy abszolút hivatalos munkahelyem volt, amit 3-4 éven keresztül űztem, és mivel drámapedagógiát végeztem, és mindig is egy ilyen művészi beállítottságú ember voltam, ezért betelt a pohár egy nap, bementem egy művészboltba, vettem egy adag festéket, és elkezdtem festeni. És de akkor már tudtad, hogy üvegfestészettel szeretnél foglalkozni, vagy egész egyszer bementél a boltba, és ez volt az első, ami persze, úgy megkapott? Persze, tehát csak az volt a lényeg, hogy én most valahol levezessem azt a feszültségemet, hogy nem tudtam kiélni önmagam. Tehát ezt a kreatív hajlamomat nem tudtam sehol kiélni, ugye a bankba elég nehéz, és azért kellett, hogy valahol ezt levezessem. Mert gyerekkorom óta végül is ékszereket készítettem, verseket írtam, énekeltem, szavaltam, sőt, tehát mindig valamilyen formában megjelent ez. Ki tudtam magamból adni ezt a dolgot, és itt már 4 éven keresztül ugye nem, folyamatosan bennem volt, és akkor ez egy nagy erővel kitört egyszer csak belőlem, és a környezetem egyre inkább mondta, hogy jaj, de szép, csinálj nekem is, nekem is. Tehát először így... csak úgy kezdted el, hogy saját magad, tehát ilyen, végül is ilyen hobbi szinten. Igen, amikor hazajöttél szinten, a munkából, igen, akkor... Igen, éjszaka, mert elég sok időt dolgoztam, de éjszaka fogtam, és lámpákat föl, és festettem. És ezzel nyugtattam meg magam. Úgyhogy így indult. És akkor utána alakult ki az, hogy most már csak ezzel foglalkozol, igen, ugye? Szépen, szépen folyamatosan, most már két és fél éve csak ezzel foglalkozom. Szépen folyamatosan hozta az élet, hogy ez az az út, ami nekem járnom kell, nem pedig a banki világ. Uh-huh. Úgyhogy... És hol tudod ezeket a tárgyakat eladni? Különböző kézműves vásárokban járunk a párommal, az ország egész területén, meg külföldön is, Európában, mindenfele. Uh-huh. És hogy alakul ki egy-egy darab? Megálmodod, valahol látsz egy motivumot, ez hogy működik? Igen, ez nagyon lényeges, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember minél több energiát belerak egy alkotásba, annál nagyobb energiája van, és annál jobb hatást gyakorol a nézőkre, illetve a vásárlóimra. Ezért én mindent magam készítek, magam tervezem a motivumaimat. A nagyobb munkáknál van, hogy hetekkel, hónapokkal előre, úgy, ahogy mondtad, megálmodom. Tehát a fejemben már bennem van egy motivum, egy kép, és van, amikor több hónap is eltelik, amíg leszületik ide a fizikai síkra, meg tudjam jeleníteni. Először papírra veted? Igen, mindenképpen. A kisebb motivumokat, amiket itt látsz, ezeket nem. Tehát ezeket abszolút van, amikor ilyen tárgyaknál egy negyed órát ülök itt az asztalnál, elmélkedem, egy kicsit így lecsendesedek, és aztán így elkezd mozogni a kezem, elkezd élni bennem az, hogy mi lesz rajta, és ezek így magától működnek, de a nagyobb munkáimnál, a képeknél, festményeknél ott igen, először megtervezem őket. Uh-huh. És tehát tulajdonképpen nem is gyártasz, tehát ilyen sorozatgyártás nincsen, tehát ez mind egyéni? Mind egyedi darab, persze. Tehát olyan létezik, hogyha látom, hogy valamelyik motivum tetszik az embereknek, akkor ezt elkészítem többször is, de sohasem egyforma, tehát mindig egy kicsit más, én is egy kicsit más vagyok minden pillanatban, úgyhogy ez mindig egy kicsit alakul, egy kicsit formálódik, kicsit másmilyen lesz. Tehát ez azt is jelenti, hogy nincs sablonod, hanem puszta kézzel. Puszta kézzel fested. Készítem őket, uh-huh. Igen. És hogy maradnak rajta? Tehát megfested az üveget, és utána mi történik? Igen, nagyon fontos, hogy megtisztítom az üveget, ez egyik alapkritérium, mert hogyha zsíros egy felület, akkor hiába jön az utána való folyamat, nagyobb az esély, hogy lejön róla. Tehát megtisztítom a felületet, utána ráfestek, és aztán kiégetem. Van egy száradási idő, amit meg kell várni, ez minden típusú festéknél más és más, és utána a sütőben kiégetem, vagy kiszárítom, és ezzel tartósítom őket. És
Mennyire lehet ezeket tisztítani? Nagyon jól lehet őket tisztítani, én tesztelem minden munkámat, tehát én áztatom, a mosogatógépbe beraktuk ismerősömnél, hogy tényleg tesztelve legyen, hogy azt is bírja, mert ugye ott nagy nyomáson éri a forró víz, és abszolút bírják a kiképzést. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a motivumokról. Mik a kedvenceid, miket használsz, milyen motivumokat Alapvetően mind a belső világomra építkezem mindig, de mivel nagyon szeretem, hogy magyar vagyok, és a magyar mondavilágunkat, a magyar ornamentikánkat, ezért ez folyamatosan megjelenik a munkáimban. Milyen kedvenc színeid vannak? Hát nagyon-nagyon szeretem a meleg színeket, tehát ezeket a narancsos, pirosas színeket, a kedvencem még a zöld, bordó, tehát ezek a melegebb színek azok, amik engem éltetnek. Kik a vevőid? Vannak megrendelőid is, vagy a vásárban oda megy valaki, és akkor megveszi? Mind a kettő. Tehát az, hogy a vásárban jelen vagyok, és egy nagyobb kézműves vásárokon jelen vagyunk, az nagyon fontos, mert így ismer meg a közönség. Tehát minél több helyre el tudok jutni, annál több fel el tudom hinteni, hogy vagyok, hogy létezem, hogy lehet tőlem rendelni. Van egy weboldalam, amin meg lehet nézni a munkáimat, és ezáltal sokan rendelnek is tőlem utána, illetve a párom burkolóként dolgozik, és vele így karöltve például az ilyen katalógus fürdőszobában a tükröket megfestve, úgyhogy harmonizáljon a berendezéssel, az új csempével, tehát ilyen megrendeléseim is vannak, vagy bútorokba, üvegekbe. És minden elképzelést el tudsz készíteni? Tehát, hogyha ami mondjuk nem a te elképzelésed, de a megrendelő ragaszkodik mondjuk egy-egy dologhoz, akkor azt is meg tudod csinálni? Meg, persze. Eddig nem volt probléma ezzel. Remélem, hogy nem lesz a jövőben sem. Mi a kedvenc darabod, amit kiadtál már a kezedből? Hát a kedvenc darabim, általában ezek fotók, tehát, bocsánat, általában ezek festmények, amik ugye nagyobb lélegzetvételű munkák, hosszabb idő, hosszabb energia, amíg az ember elkészíti, és eltelik egy idő, amíg el tudom engedni őket. Tehát mindenképpen azok a darabok, amikhez jobban ragaszkodom én is. A beszélgetésünk előtt mondtad, hogy most egy kicsit ráállsz, csúnyán mondva, az ékszerekre, mert hogy nagyon, nagyon szép ékszereket készítesz, és ez most nagyon, nagyon divatos lett. Igen, most fedeztem föl, elkezdtem egy pár ékszert, elkészítettem, és nagyon-nagyon tetszett az embereknek, bárhova mentem eddig vele, úgyhogy lehet, hogy a hangsúlyos rész az lesz, hogy most ékszerekkel fogok foglalkozni, meg nagyon vonz is. Tehát én ugye említettem, hogy gyerekkoromban is volt, hogy abból volt a zseppénzem, olyan 9 éves koromtól, olyan 13-14 éves koromig, hogy mindenféle csontból, fából, gyöngyből ékszereket készítettem, és bevittem egy ilyen iparművészeti diva stúdióba, ahol eladták nekem, és egy kicsit úgy érzem, hogy így vissza kerültem ebbe az állapotba, úgyhogy egy jó emlék is nekem. Azért ez talán egy kicsit nehezebb munka, nem, mint a nagyobb, mert azért egy kis felületen kell. Igen, mindenképpen. Dolgozni. Tehát ez sokkal kisebb a felület, nehéz megfogni, nehéz hozzákezdeni, tehát sokkal aprólékosabb a munka, úgyhogy nehezebb, de nagyobb a kihívás is. Mennyi időt töltesz el egy-egy munkának az elkészítésével? Hát ez nagyon változó, mert folyamatokban, amint látod, hogy itt is több van, tehát tegnap este is nekiültem, és ezeket a lámpabúrákat egyszer megkontúrozom, amíg az egyik szárad, addig a másikat már tudom készíteni, tehát ilyen folyamatokban áll össze a dolog, de hát azt tudom mondani neked, hogy van olyan nap, hogy ilyen 10-15 órát is dolgozom egyfolytában, egyhuzamban. Mondjuk egy ilyen kis mécses, azt mondtad, hogy az amit legelőbb el tudsz készíteni, vagy legrövidebb idő alatt. Tehát úgy, hogy teljesen elejétől végig mennyi idő? Tehát magával az égetéssel együtt is.
az égetéssel együtt? Hát, hogyha azt veszem, akkor mondjuk egy olyan 2 órán belül megvan. De nem, hogyha nem veszük meg a száradási időket, mert egy napot száradni kell mindenképpen. Tehát ez is a motivumtól függ, ami rákerül, hogy mennyire aprólékos, mennyi színt használok benne. Vannak egyszerűbbek, de maga a festés, mondjuk azt mondom neked, hogy egy száradási időn kívül egy 20 perctől akár egy órán át is tarthat. És a színeket külön, tehát mindig külön-külön kell ráégetni is, vagy ezt egyszerre? Nem, ezt egyszerre. Uh-huh. Egyszerre. Uh-huh. És itt még az elején említetted, hogy most a jövőben nagyon nagy változások történnek majd az életedben. Igen, hát van egy nagyon régi dédelgetett célom. Szeretnénk majd egy nagyobb területet, egy 1,5 hektáros területet a párommal megvenni, és ott létrehozni egy ilyen életmódtábort, elsősorban gyerekeknek, íjászattal, lovaglással, mert a párom ezzel foglalkozik, és én pedig bevinném a kézműves foglalkozásokat ide. Tehát tehát a gyerekekkel szeretnél foglalkozni? Igen. Jövőben. Igen. És az üvegfestészet? Ez maradna persze, tehát nagyon szépen be lehetne ezt hozni a kézműves foglalkozások részében, tehát én ezt nagyon szeretem, nagyon örülök, hogy egymásra találtunk az üvegfestészettel, úgyhogy ezt nem szeretném abba hagyni.